Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és jöjjön Warframe, Equinox, jól van, itt van, nyugi, beszélgessünk egy kicsit róla, erről a karakterről is. Kezdjük a legfontosabb dologgal, oké, kifarmolni, mostanra már biztosan tudjátok, az Uranuson lehet, Tyl Regort kell újra legyőzni, ugye Tyl Regor est dobta régen, most már est kifarmolni a Grineer méniákoknál lehet. Szóval, ahol Grineer méniákok fordulnak elő pályákon, gondolok itt ilyenekre, mint az Uranus, vagy gondolok itt Ceresre. Ezeken a pályákon van esély arra, hogy sima alkatrészeket fogsz kapni, de van egy olyan érzésem, hogy több esélye van, hogy megszerzed előbb a Prime est, mint hogy meg fogod szerezni a sima est, hogy őszinte legyek. Úgyhogy, ha nagyon hozzánőtt a szívedhez a sima es, akkor ne add el, mert macera lesz újra kifarmolni, mert egyszerűen tényleg több esély van kifarmolni a Prime-est, mint a simát. Na. Rátérve a lényegre, Equinox egy nagyon jó karakter, azt kell, hogy mondjam. Van neki ugye ez egy ilyen éjszaka és nappal egy ilyen yin-yang karakter, és a éjszakai változata az ilyen defenzívebb képességekkel van ellátva, a nappali az pedig agresszívebb, támadóbb képességekkel van ellátva. Ezzel ugye megadva neked azt a dilemmát, hogy ó, hát én melyik fajta játékos vagyok? Ja, hát én jobban szeretek támadó lenni. Ja, hogy én jobban szeretek defenzív lenni, és ezzel azt a látszatot kelt, hogy ez egy olyan Warframe, ahol netán választani kell, hogy éppen melyikkel játszol, vagy hogy mit használjál, vagy hogy mire húz, pedig nem. Az összes képességet tehát legalábbis az én szempontomból, az én szemszögemből, ahogy én tapasztaltam, ahogy én vettem a játékot, érdemes így egy kalap alá venni, és meglátni bennük azt, hogy neked mi a jó szó. Ne válogass, hogy mire húz, éjszakai, nem éjszakai, hanem ne azt nézz, hanem azt nézz, úgy összesítve, hogyan tudod használni az Equinoxot. Viszont ehhez az az igazság, hogy egy kicsit bele kell tedd a kezed oda a mocsokba, és nem csak ilyen 20 szintű Survivor, vagy 20 szintű missionökre kell elvinned Equinoxot, hanem igencsak bele kell csapja a lecsóba, és el kell menjél egy kőkemény, mondjuk T4 Survivor egy ilyen jó 40 perc fölé, mert akkor fogod igazán, nekem akkor esett le, hogy mire képes igazán az Equinox, és akkor jöttem rá, hogy nem egy olyan Warframe, ahol döntünk, hogy most nappali és most éjszakai, hanem egy olyan Warframe, ami valójában egy, én úgy nézem, mindegy, hogy melyik formájában vagy, de a képességei adódóan mégiscsak egy az egész karakter, nincs különbség, és ehhez igazán el kellett menni egy jó hosszú T4 Survivor-re, hogy így rájöjjek, hogy mi van. Kivételi természetesen egy Defense Mission, de még ott is, tehát egy Defense Mission-en is, hogyha nagyon-nagyon hosszú körökig mész, akkor megint csak így rájössz, hogy az egész Warframe-en nem érdemes két külön karakternek kezében, hanem egy karakternek, egy képességnek, és valahogy így látom ezt az Equinoxot. De mondom, ehhez kellett az, hogy játsszak vele egy pár órát, és egyszer, hogy legalább átlépjem azt a szörnyűen, azt a 40 percet, hogy akkor döbbenjek rá, hogy hol tudom és hogyan tudom igazán használni. Térjünk rá a képességekre, és akkor útközben elmagyarázom, hogy én hogyan láttam meg a lehetőséget az Equinox drágában. Metamorfózis, az az igazság. Ugye ez időhöz van kötve, majd látni fogjátok a modolásomat, én éppenséggel lecsökkentettem az időt. De mit ad ez a metamorfózis? Ad egy armor bónuszt éjszakaiban, és egy shield bónuszt nappaliban. Nem, bocsánat, hülyeséget mondok. Adj egy armor bónuszt és egy shield bónuszt éjszakaiban, nappaliban pedig 1,25 szörözi a damage-edet, és 15%-kal megnöveli a sebességedet. Na most ez tök jó, nem nagyon érzed a hatását, viszont aminek érzed a hatását, az az armor meg a shield bónusz. Nem sok, de valamit segít. Na most, hogyha időre húznád az egyes képessége miatt, azt mondom, hogy nem biztos, hogy meg leszel mentve. Többféle modolást lehet csinálni, lehet egy olyat csinálni végül is, ahol támaszkodsz az egyes képességre, hogy megszerezd azt a 250 plusz armot, vagy 150 plusz shieldet, vagy hogy megszerezd azt a 1,25 damage multiplier 15%-i speed bónusz nappali formában 25 másodpercig, vagy netán 1 percig, hogyha kihúzod ezt a Warframe-et időre, de az az igazság, hogy ez az a képesség, ami csődöt fog mondani nagyon magas szinten, mert azonnal elővik a shieldet, azonnal elővik a páncélt. Hiába kapod meg azt az 1,25-szoros szorzót, hogyha nincsen megfelelő sebzés a fegyvereden, akkor sem fogsz tudni olyan gyorsan sebezni, hogy ne tudnák lelőni a páncélodat. Szóval úgy érzem, hogy nem ez az a képesség, amiről érdemes beszélgetni. Ez inkább az a képesség, amit gyorsan váltunk az éjszaka és a nappali formája között. Na most, a második képessége a Rest és Rage. A Rest az éjszakai formája, ugye azt jelenti, hogy hát így pihenés a Rest, ha lefordítanám. Gyakorlatilag eladhatja az ellenfeleket, és ennyi. Eladhatja. Viszont a trükk az egészben ezzel a resttel nagyon hatékony cucc, szóval azt kell mondjam. És 22 másodpercig tartani, tehát azt jelenti, hogy 22 másodpercig alszik az ellenfél éjszakai formában. Viszont nincs annyi időre szüksége, tehát nem kell olyan hosszú idő ehhez a resthez. Miért? Tegyük fel, hogy ott vagy egy defense-el, ott vagy egy survivor-ön, és nagyba zúzol. Már benne vagy egy jó 20 perc, az kezdenek jönni a bomberek, azok meg kemény ellenfelek. Meglátod a bombert, pif, elaltatod, egy olyan 3-4 másodperc alatt le fogod tudni szedni, amíg alszik, és nem jut veszélyt se a csapatodra, és így többször is ki lehet osztani ezt a restet. Ha látsz Heavy Gunner, Bomber, pif, 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 kb. Úgy, mint a Limbo, a riftváltás képességével így átküldöl a másik dimenzióba, csak itt elaltatod, ugye, pif, 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 a veszélyesebb elemeket kihúzol, és nesze, ott van már, és meg van oldva, ki tudtad szedni, és gyakorlatilag el van intézve a dolog, el van intézve a bomber. A második képesség nappali formája az a Rage, ugye a dű, vagy hát nem tudom, hogy csináljam. Na most ez is ugyanolyan trükkös dolog, rányomod az emberek, plusz 50%-kal sebezhetőbbek lesznek az ellenfelek. Egy problémája van, hogy 20%-kal felgyorsítja az ellenfeleket. Az, ami nagyon-nagyon rosszul jön, hogyha egy nagyon hosszú survivor-on vagy, és beleadod ezt a második képességet annak a bombernek, nem szeretnél örülni, de viszont 50%-kal gyorsabban hal. Nem tudom, hogy hol hasznos ez a képesség, hogy őszinte legyek, de szép meg csini, meg így kéken, vagy hát olyan színen világít az ellenfél, amilyen színbe állítottál energiának, és ilyen nagyszerű lesz minden körülötte, meg tényleg eszi a sebzést, mint az állat, de nem ez az a képesség, amire tudnék számítani, szóval 22 másodpercig eszi a 50%-os sebzésből, ott melyik az az ellenfél, amit 22 másodpercig kell lőni 50%-os sebzés bónusszal, hogy belehaljon? Tehát nem tudom, ilyen 260-as szintű mob, tehát ilyesmi, szóval nem rossz a képesség, de inkább a rest. A rest az hasznosabb, tehát eladhatod a bombert, kilövöd, azt kész, megvan oldva. Na most, a harmadik képességei a Pacify és Provoke. A Pacify ugye a békesítés, vagy nem, a békésítés. Azt mondja, hogy éjszakai formában lecsökkenti a sebzést, amit az ellenfelek okoznak. Nem 50%-kal csökkenti a sebzést. Na most, ez a képesség, ez addig tart, amíg le nem fogy az energiád, és itt van maga az erőssége. Ha figyeltek a videót közben, akkor a nappali formában láttátok, hogy lőttek, és alig ment le a shield, alig ment le az élet. Nagyon hasznos, és tényleg 50% damage reduction, tehát 50%-kal levenni a sebzést, az nagyon hasznos, és nagyon jó dolog, és nagyon-nagyon jó jön már a magasabb véveknél, a magasabb, a több perces survivoroknél. Ez az a képesség, mire lehet számítani. És itt a lényeg, hogy ezért érdemes kihúzni effektivitásra Equinoxot, mert ez a képesség annyira keveset fogyaszt, hogy egész játék alatt be tud kapcsolva lenni. és folyamatosan ugye egy 50%-os damage reduction-od van, ha van egy erős fegyvered, szint, hogy megállíthatatlan vagy. Na most a napoli változata a provok. Ez 20%-kal megnöveli az erődet, gyakorlatilag, ami kurvosok, azt kell mondjam, majd mindjárt kitérünk még, nem csak a tiédet, de a társaidnak az erejét is meg tudja növelni, tehát nagyobb sebzést tudsz okozni mindenféle képességgel, hogyha jól tudom, és fegyverrel, képességgel, mindennel, karddal, úgyhogy érdemes folyamatosan bekapcsolva tartani. 16 méteres csak a range, ezért érdemes belerakni egy darab stretchet, de majd meglátjátok ezt a modolásomat, eddig tök jó bevált, nagyon tetszik, kurva jó, legalábbis ez a modolás, amit én eddig csináltam, majd biztosan fogok még vele kísérletezni, szóval, de folyamatosan érdemes bekapcsolva tartani, mert egy nagyon jó képesség. Nappali formában a 20 perc alatti defense-eknek, sőt, tehát gyakorlatilag egy ilyen 30 percig simán ez a Strength Boot, ez tök jól jön, folyamatosan be van kapcsolva, de ugyanúgy az éjszakénál is a harmadik képesség legyen folyamatosan bekapcsolva. Na most. A negyedik képessége a Mend és Maim. Na, ezek tök jó cuccok, kombinálva a harmadik képességgel, szóval itt van ugyanúgy a negyedik képessége, mindegy, hogy nappali vagy éjszakai formája az Equinoxnak, együtt a kettő, ha be van kapcsolva, nagyon jó hatást lehet elérni az ellenfeleken. Na most. A Mend 75%-a a megölt ellenfelek életéből átmegy a te életedre és a társaidra. Szóval tölti az életet, azt akarom mondani, 75%-kal a megölt ellenfeleknek az életéből. Ez a, jól fogalmazod? Ha megölsz valakit, és a közeledben van a társad, 75%-kal feltölti az életét. Na, igen, így jó a fordítás. Szóval egy olyan képesség, amit én folyamatosan bekapcsolva tartok, hogyha az éjszakai formában vagyok, kell az élet, főleg, hogyha már nagyon jönnek és nagyon körbevesznek, akkor nagyon kell az élet. És ezért fontos, hogy egy nagyon jó fegyver legyen nálad, ami gyorsan öl, lehetőleg tömegeketől, mondjuk egy Tonkor, egy Kulstar, ezek most el van nagyon divatok, és nagyon robbannak, és érdemes őket használni, úgyhogy mert sokat öl egyszerre, nagy a ható távolsága egyszerre, ezért sok életet kapsz egyszerre, és így menteni tudod a menthetőt gyakorlatilag, és ezért nagyon jól tud segíteni az éjszakai változat. Érdemes mindig körülötte, Equinox körül lenni, mindegy, hogy nappali van éjszakában, de érdemes körülötte lenni, mert megkapod azt a bónuszt, amit tud nyújtani, nem beszélve arról, hogy azon kívül bónuszt tud, nagyon jól tud vigyázni ezáltal magára. Ez az éjszakai formája. A nappali formája jó, az is, szóval ha elkapcsolod és folyamatosan bekapcsolva tartod, amerre jársz és benne vagy abban a rádiuszban, ami 18 méter, egy kis stretch-el még nagyobb, ha benne vagy ebben a rádiuszban, az ellenfelek kapnak egy alap slash damage, és egy 150-es slash damage folyamatosan így üti őket, és akkor gondold végig, ha még odamész, azt lekardozod, vagy lelövöd őket. A másik pedig összegyűjti az energiát, ami slash damage-ből lead, a 75%-át összegyűjti, és azt láthatod a bal felső sarokban, hogy szám, megy följebb, előbb-utóbb eléri a 2-300 ezres értéket is, és akkor egyszer csak meglátsz valami egy iszonyat nagy csoport ellenfelet, és így kikapcsolod a 4-es képességet, és így és lesz slash damage, így végül megy mindenkin, és mindenki belehal, gyakorlatilag határtalan az ereje. Ezáltal a negyedik képességnek, ha elég ügyes vagy ahhoz, hogy összegyűjts 100 000-es sebzéseket, 200 000-es sebzéseket magasabb szinteken, akkor mindegy, hogy hányas szintű ellenfél jön ellened, le fogod tudni teríteni. Ezért nagyon durva a main. A probléma az egésszel az ott van, hogyha, és most ugye rátérve egy általános játékstílusra az Equinox-szal, a probléma az egészen ott van, hogy a MAME nagyon jól működik egy olyan 30 percig, például egy T4 Survivor-on nagyon jól működik, mert amerre sétálsz, az ellenfél így beleszédül, és van időd belőni, becélozni, van időd vele kardozgatni, és tök jól működik, és látod, hogy összeült a sebzés, így elkapcsolod, és meghal mindenki körülötted, és ez egy fantasztikus dolog. A probléma az ott van, hogy a 40 perc fölött egy Survivor-on már nem nagyon érzik meg az ellenfelek ezt a 150-es slash damage-et, egy kicsit így beleremegnek, így látod, de azonnal helyhez érnek, és már lőnek is. És itt a probléma, hogy akkor hiába kapcsolod ki a negyediket, már nem lesz elég sebzésed, már nem tudsz összegyűjteni elég sebzést, hogy mindenkit megölj, aki körülötted van. És itt vettem észre a az éjszakainak az igazi erejét, hogy 40 perc után átkapcsoltam éjszakaival, mondom, már kezdtem nagyon így esegetni a nappaliban, meg fogyott az élelem, itt gázon, átkapcsolok éjszakaiban, megnézzük, hogy megy, és így rögtön helyreállt az egyensúly, szóval így átjött az éjszakai, ez Survivor műsorról beszélek, és így rögtön megoldott, mindjárt lett egy kis életem, mindjárt higgadtabban fel tudtam mérni, nem kellett meneküljek annyira, jobban fel tudtam mérni a pályát, ugye elő a Tonkort, elő ezt, azt, jobban tudtam őket lőni, nem kellett karra támaszkodni, és így higgadtabban lehetett fogadni az egészet, és 40 perc után az éjszakai volt az, aki ki tudott húzni. Nem tudom, lehet, hogy ez azért, mert ilyen az én játék stílusom, lehet, hogy valaki fordítva tudná ezt az egészet megoldani, azt mondja, hogy a nappali az viszont bocsánat, azt mondja, hogy az éjszakai, hát ez nem az igazi, de a nappali az a király, az a király. Én úgy vettem észre, hogy minél magasabb a vév, annál inkább szükségem van az éjszakaira, szóval egy ilyen nappalból éjszakába átmenően dolgozunk az Equinox-szal, és gyakorlatilag én így éltem meg a játék stílust vele, egy érdekes karakter, nagyon tetszik, azt kell, hogy mondjam. És mivel gyakorlatilag 6 képessége van, így gyakorlatilag mindenhol helyt tud állni, és el lehet vinni akárhová, és nagyjából akármilyen szintre. De figyelni kell vele, nem egy kényelmes karakter, figyelni kell vele, ez nagyon fontos, és most jöjjön a modolása. Nos, Equinox modolását tekintve úgy vettem észre a játékaim során, hogy mindkét karakternél jót tesz, hogyha levesszük az időt. Ugye van az egyes képesség, ami időfüggvény, szóval amikor váltasz az éjszaka és a nappali között, ugye az idő amíg tart, nem maga a váltás, hanem hogyha váltasz, van egy idő határa, ugye, az bizonyos bónuszokkal ruházza föl a karaktert. Na de az igazság, hogy annyira nem érzékelhetőek ezek a bónuszok, ezért úgy döntöttem én speckó, hogy leveszem az időt, rágyúrok erőre, effektivitásra és némi range-re, és ezáltal kapva azt a fajta játékstílust, amit szerettem volna elérni végül, ahogy tapasztaltam. Mivel, hogy ugye a nappali ultimate képesség és az éjszakai ultimate képesség gyakorlatilag energiafüggők, és minél többet gyűjtesz, vagy minél több energiát használsz el, annál hatékonyabbak lesznek egy idő után, így aztán úgy gondolom, hogy Equinoxot így érdemes kihúzni erőre és effektivitásra igazán, és némi stretch-el, hogyha még belefér. Ez az én tippem. Fogok még vele dolgozni, még korai egy kicsit ez a karakter, hogy igazán belemerültem volna. Fog menni még bele egy forma, hogy felnyicsam ezt a slotot, de amint látjátok, tökéletesen belefér minden, és nem kell leformázni, úgyis igazából, ha nem szeretnéd. Szóval Energy Siphon, mert az ment bele, Redirection, Streamline, Fleeting Expertise, Stretch, Transistent, Intensify, Flow és Natural Talent, pont azért, mert úgy érzem, hogy egy kicsit lassan kapcsolja el a képességeit, és sőt, meg azt kell mondja, hogy még Natural Talenttel is lassan kapcsolja el a képességeit. Ez a build egyaránt jó nappalinak is, és éjszakainak is, ahogy néztem. És hogyha úgy mondtam, hogyha egy ilyen Survivor szólóra kerül a sor egy T4-en valahol, vagy akármi 20 perc, 20-30 percig a nappali az igazi, és úgy vettem észre, hogy 30 perc után inkább már az éjszakai defenzívebb képességek az igaziak, de kinek mi válogatja meg a játékstílus, tényleg ez egy olyan karakter, kinek mi válogatja meg a játékstílust, én a nappaliban találtam meg a saját stílusomat, de azt vettem észre, hogy amint egy ilyen 40 perc felé megyünk egy ilyen T-Survivor-on, bármelyik Survivor-on, akkor már sokkal jobban jön az éjszakainak a kis defenzív képességei, mert valahogy jobban túlélni vele. Nem látszanak annyira a képességek, de érzed, hogy hatékonyak, tehát érzed, hogy jobban bírja a karakter. Na, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!